Ez itt az én PC mellett egy kis erősítőm. Eredetileg egy ilyen 2.1-es kis hangrendszer volt, eléggé ócska minőségű, úgyhogy amikor én ezt megkaptam, ezt úgy kibeleztem. Építettem bele egy ilyen autórádióból való equalizert, 5 sávost, rádióval pótméter az hiszem, ami itt van, a hangerő pótméter, csatlakozók, mikrofon, fülhallgató, és ilyen TBA 810-es kis modulok voltak benne. Ezek eredetileg régi fekete-fehér Orion TV-ből való modulok, ilyenek, ami ketté lett vágva, ez hangkárt plusz végfog. És az történt sajnos, hogy ő megpusztult. Gyakorlatilag fölrobbant. Még sosem nyírtam ki ilyen modul, pedig jó párat felhasználtam, hát ő nem akart élni tovább. Amúgy is végfogot akartam cserélni, mert bármennyire is szeretem ezt a modult, fejhallgatóban nem ideális, mert rendkívül zajos. Úgy csuttog a füleme, mint egy szerelmes nő. Úgyhogy most végfog építés lesz. Méghozzá ez. TDA 2006-tal. Mert ugyanis ebből találtam egy szép páros takacsatjaim között. Az egész doboz kap 18 voltot, ami 4-on kb. 9 watt lesz, 8-on 7,5 watt. Körülbelül. És ugyanezt kettős tápra találták ki, de egy táposra is meg lehet építeni. Mert ugyanis az egész kütyű 18 voltról működik, bár ez az 1 amper ide lehet, hogy kevés lesz, de nem szoktam bömböltetni, úgyhogy működni fog. Az elképzelés az, hogy ezek a kis végfogók így fognak állni a panelben. Kerestem mindenkinek egy kis vasat. Jó, ez alumínium, tudom. Erre lesznek fölcsavarozva a két végfogíc, másik két lukon meg rögzítve ide a hátlaphoz. És ugyan ezeket is akartam rögzíteni a kis panelre, de a luk magasság nem jó, úgyhogy ez ott benne lesz, így, így, és majd hátul még a panelhez vagy hozzá rögzítem a hűtőbordákat, hogy ne az IC lábak viseljék a terhet. Ez a vas sem túl nagy, de szerintem elég lesz az IC-nek, mert amit mondtam, nem fogom túlhajtani. Összeszedtem a szükséges alkatrészeket, de mert még elkezdeném összerakni magát az erősítőt, meg kell csinálni a rögzítést. A lukkot beilleszteni. Jó, tudom, nem luk, furat, nekem luk, lehet beszólni. Hogy ez így masszívan ott álljon, és akkor utána kell beültetni az alkatrészeket. Alkatrészek meg vannak bőven, úgyhogy csak mazsolázni kellett. Hát valahogy így fog kinézni. Igaz, a hűtés nem az igazi, de azért valamennyire tud járni majd ott a levegő is. És majd így megy be a dobozba. És így néz ki a panel készen. Jó, panel tervezésben mindig nem vagyok az igazi. Nem is leszek. És igaz, hogy nem próbapanelre kellett volna csinálni, de hát ez van. Tudom, lehet venni fillérekért kész modulokat, de én építeni akartam. Ezek itt a bemenetek, két különböző csatlakozó, majd még rá kell érni, melyik a jobb, melyik a bal. Itt jön az áram. Ahol kellett, eléggé megvastagítottam, nem csak a részdrót, részvezeték van ott. Hűtőbordák is rögzítve lettek a panelhez, hogy ne a lábak tartsák az egész panelt. Jó, hát nem szép, de ez szólni fog. Itt vannak a hangszóró kimenetek. Összekötögettem tesztre, onnan kap 18 voltot majd. Két hangszóró a kimeneteken. Az erősítő bemenetén a rádióm. Itt most nem raktam pótmétert, itt rohadt sok zaj lesz. De nem is ez a lényeg, hanem hogy szól-e. Mondom, sok zaj. 70 milliampert teszik. Üresen.
Nem jó gombot nyomok. Még így zajosan is szép hangja van. Semmit se vesz fel. Már így hangos. Sajnos kiderült egy tervezési bibi. Vagyis megvan a kötelező baki. Ugyanis ezt a panelt főcsavarozom a hátlapra. Nem, ez így van tervezve. És az ő bemegy, akkor a kondenzátor beleütközik abba a csatlakozós panelbe. Úgyhogy ezt bejebb kell helyezni. Ami is szétkeszenem az egészet, mert meg kell csinálni ezt a fejhallgató csatlakozót is. Szétbrítottam a dobozt, és tudom, hogy ezt a tákolást nem kéne mutogatni, főleg ezt, mert ez maga a fejhallgató csatlakozó, meleg takonnyal odafogatva, ami nem túl szép és nem túl hatékony, de mindegy. Itt lakik benne a pótméter, az autórádióból való, ez a kis elkó is abból való. Ez is szépen ide van tákolva. Vannak ott ledek, amik szépen megvilágítják a kis skálát. Mindenféle szeretvedett csatlakozó. Ez a csatlakozópa, ezt beljebb raktam. Ugye itt volt, lefogatva, most ez kicsit beljebb került. És ezt kell kiszedni, és arra gondoltam, hogy én ezzel pótolom. Ez PC-ből való, és meg is mondom, miért ideálisabb ez. Ennek az előre nyúló része picit hosszabb, mint ennek. És látszik is, hogy nem jön ki teljesen a síkból. És ez alapvetően nem is volt jó. Lehet, hogy ez is okozta a gondot, mert hát ennek ugye teljesen be kell cuppanni. És hát valamelyik csatlakozónak van ilyen galéria, ami oda bemegy, de valamelyiknek meg nincs. Jó, és nem mutattam maga, ez a hátsó csatlakozó, a hangszóró csatlakozók. Ez is ugyan ide taknyolva. RCA, meg mono jack. Mono jacket használom a kis hangfalakhoz. Na most jön a csatlakozó szerelés. Jobb híján ezt tudtam csak kitalálni. Csináltam egy ilyen kis tartókonzolt a panelhez, leforrasztottam, sima részvezeték. Ezzel szépen be lesz pottyintva. Mellett akkor itt megragasztja, ugyanúgy, ahogy volt.
Amúgy a panel pont akkora, amikor itt a hely, szóval ez itt így be fogja támasztani, beesni semmiképpen sem tud, megbilleni sem, mert a meleg takony azt megtartja, és ennyi. Aztán majd egyszer szerintem veszek hozzá egy ilyen fejnél csavaros csatlakozót, amit be tudok ide szépen csavarni a helyére. Addig meg jó lesz ez így. Beraktam a csatlakozót. És igen, tudom, tudom. Ez egy szar. Megszólom, hogy kicserélem. Vagy építek egy másikat. Egyelőre ez így jó lesz. Beesni nem tud, mert pont méret, bebilleni nem tud, mert ha nem is rögzítem ide meleg takonnyal, akkor sem tud bebillenni a drótok miatt. Úgyhogy most már csak össze kell pakolni, és mehet egy próba. Hát én nem könnyítettem meg az életemet ezzel a gubanccal. Amúgy szól. És nem tudtam még a tápcsatlakozót sem. Én leengő csatlakozót csináltam egy panere valóból. Ezt sem lehet fordítva összedugni. Így hülye biztos. Próbálgattam a készüléket a helyén, és teljesen meg vagyok vele elégedve. Igaz, túl nagy teljesítmény nem tud leadni, mert az 1 amper az hamar elfogy a tápegységből, de ide pontosan elég nekem. Mivel a hangszorok benn vannak az arcomban, itt a számítógép mellett, pont elég a hangereje. A hangszorok régi képcsőes TB-vel balok, ilyen prémium készülék volt a 90-es években, nagyon szép mélyet tudnak. A hangdobozokat magam csináltam, azok is elég jól sikerültek. Mindjárt megmutatom, hogy szól. Bár nem tudom, mennyire fog átjönni a mobiltelefon mikrofonján keresztül. Nagyon szépen szólnak, elégedett vagyok vele.